A nagy meleg ellenére is többen összegyűltek a szakói polgármesteri hivatal előtt. A település már tavaly óta hangos a helyiek felháborodása miatt. Akkor a megcsúszott vagy meg sem kapott fizetések miatt gyűltek össze a közfoglalkoztatottak. Péntek délelőtt többek között a szakói adózási rendszer volt a téma. 2006-tól 2010-ig én is képviselő voltam, akkor 2000 forint kommunális adóval adtuk át az önkormányzást. Azóta ötszörösére emelték, tehát most jövő évtől 10.000 forint lesz. Földadót, hát közel távol én itt a járásban, illetve azon kívül is nagyon sok polgármesterrel jobban vagyok körbe, érdeklődtem, sehol nincs bevezetve. Tehát ezzel megint azt akarják elérni, hogy az általuk elgazdálkodott, finoman fogalmazva, dolgokat, lyukakat betömködjék. A településen adósságrendezési eljárás indult, egy reorganizációs program zajlik jelenleg is. Vagyonleltárt készítettek az önkormányzatnál, amelyből kiderül, folyószámlahiteltartozásuk van, de nem fizettek két havi bért a közfoglalkoztatottaknak sem, illetve vállalkozások felé is van nem teljesített számlájuk. Az össztartozás felét az állam felé kell majd teljesíteni a településnek. Így jelenleg Szakoly 346 millió forintnyi adóssággal számol. A polgármester televíziónak úgy nyilatkozott, a kommunális adó így sem éri el a maximum kiszabható összeget, az adóbevezetés pedig törvény adta lehetőségük. A kiadásokat csökkentenünk kellett, és a bevételeket növelnünk. Ezt viszont nem tudjuk másképp megtenni, csak az adónemek bevezetésével, illetve mértékének a növelésével. A földadó, amely most a mai demonstrációnak az egyik célja, elsősorban szociális juttatásokra fordítható és településfejlesztésre. Tavaly átszervezték a háziorvosi ügyeletet is a településen. Eddig 3 kilométerre Szakolytól Balkányban működött az ellátás. Ezentúl azonban a 13 kilométerre lévő Nyíradonyba kell menniük a helyieknek. Ezen is szeretnének változtatni a településen élők.